Ez a videó az EA Game Changers nevű programnak köszönhetően valósulhatott meg. Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy Create a Sim kritika lesz, ugyanis elérkeztünk arra a pontra, hogy megjelenik az Island Living kiegészítő, és minden egyes kiegészítőről szoktam készíteni Create a Sim és Build and Buy Mod kritikát, szóval kezdjük is el az Island Living kiegészítő Create a Sim kritikáját ezzel a hölgyel itt. Először szeretném megemlíteni, hogy van két új tulajdonság, sim tulajdonság. Ezt a szót valamiért nagyon nehéz kimondanom, mindig trait-et akarok mondani, szóval értsétek majd rá. Tehát van két új tulajdonságunk, a Child of the Islands és Child of the Ocean. A Child of the Island sim nagyon szereti a szigetvilágot és a kultúrát és ott az őseket, meg mindenféle, úgyhogy ő inkább így a sziget történelmével szeret jobban foglalkozni, ami a szárazföldön történik, a Child of the Ocean pedig nagyon erős kötődést érez a vízhez és a vízi állatokhoz. Nagyon szereti a vízzel kapcsolatos interakciókat is, illetve cselekményeket. És van egy új életcélunk, ami a helyszínhez kapcsolódik, az a neve, hogy Beach Life, és ez a sim minden félét élvezni szeretne a strandon, és szeretné szépen lassan kielvezni az egész szigetes életmódot, úgyhogy ennyit az új személyiségjegyekről és életcélokról, ennyit kaptunk összesen, nézzük meg a női hajakat, mindig a nőkkel kezdjünk. Hölgyeké, az elsőbség, van egy ilyen hajunk, amihez van egy jó nagy virágkoszorú. És nem szeretem az ilyen hajakat, mert szerintem túl specifikusak, viszont az egyetlen pozitívum nekem ebben, hogy egy alapjáték hajat használtak fel hozzá, szóval nem az, hogy kaptunk valami királyhajat, amit nem használhatok, mert nincsen fej, kötő, per sapka, per nem tudom én minélkül, úgyhogy ez egy plusz pont. Valószínűleg a sziget őslakosai használják ezt a frizurát. Van egy új cuffunk, ami ilyen szép kis fonatokból indul ki, és hajjal körbe van tekerve a hajgumi, amit nem tudom, hogy hogyan bogoznak ki a szimek. Én tuti nem tudnám azt szétszedni, úgyhogy ne tépjem ki az összes hajamat. Na mindegy, menjünk is tovább. Van egy új rövid hajunk, ami nagyon jól néz ki. Azért szőke a szimem, mert abban jobban látszik a hajnak a textúrája, de természetesen az összes hajszín nagyjából így néz ki, csak más színben. Wow. Senki nem gondolta volna. Van egy hosszabb, nagyon-nagyon szép göndörhajunk. Nekem ez nagyon tetszik. Ez egyetlen fura dolog nekem, hogy kicsit mesterségesnek hat úgy néz ki, mint ami itt ki van vasalva, ugye, mert nagyon-nagyon egyenes. Az én hajam nem így néz ki, ha összekötöm. Az én hajam is göndör egyébként, de imádom, nagyon dús, nagyon szép, és sokat fogom használni valószínűleg. Van egy egyenes hajunk is, ami csak így oldalra van dobva lazán, és egy kicsit befonva vagy betekerve. Nekem ez az egyik kedvencem egyébként az új hajak közül. És van egy ilyen hatalmas, magas, hát kontyunk, nem tudom, hogy micsoda ez, viszont nagyon nem tetszik ott az a része, úgy néz ki, mintha egy ilyen ősember lenne, és egy csont lenne belerakva a hajába, ami nincs. De engem arra emlékeztet, szóval nekem ez a haj nem tetszik, de értem a koncepciót, értem, hogy a sziget a kultúrájához tartozik mondjuk ez a hajviselet, szóval király, hogy itt van, de azért a mindennapokban nem fogják hordani a szimeim valószínűleg, viszont van egy sokkal használhatóbb haj, ilyen középmagas, imádom, nézzétek milyen részletes, ahogy így be vannak oda fűzve az egyes tincsek. Ez egy nagyon szép haj, ezt viszont gyakran fogom használni, és ezt is végre egy hosszú, nagyon göndör haj. Sok göndör hajat kaptunk, mert mind hasonló göndörségűt, mint ez, de mindegyik egy kicsit rövidebb volt ennél, tehát olyan nagyjából válig érő, úgyhogy én most nagyon-nagyon örülök, hogy kaptunk egy hosszút is. Biztosan sokat fogom használni. Van egy ilyen kis punk-sérónk, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, a gyerekek is megkapták, illetve a férfiak is. De természetesen hölgyekre is adható. És van egy ilyen hatalmas kontyunk göndörhajból, és tetszik, hogy itt lógnak le a hajvégek, hogyha én felkötöm a hajamat a fejem tetejére, köbö így nézek ki. Úgyhogy hozzám nagyon-nagyon közel áll ez a haj. Kicsit kevesebb hajam van, mint neki, de
göndör és hasonló, mint ez. És van még egy göndörhajunk, ami egy kicsit göndörebb, mint ez, és emiatt egy picit rövidebbnek néz ki. Ez viszont egy hatalmas, hatalmas hajzóhatag, kb. Háromszor akkora a feje, így, mint amekkora úgy alapból. A következő hajunk egy színes verziója a már látott gyönyörű hajnak, ami nagyon-nagyon tetszik. Ezt el lehet képzelni shellő verzióként, tehát hogy a shellő verziónak ezt adhatjuk, hogyha shellünk van, majd megnézzük a shellőket is, hogyha végeztünk a sima szímekkel, az is ebben a videóban lesz, úgyhogy maradjatok itt, vagy pörgessetek bele a videóba. És a többi hajszínél másmilyen félemelír van ebben a hajban. Ez a vörös nagyon jól néz ki szerintem. A kék is nagyon király, mert mint hogy a fekete, amiben kék van, az ősz is nagyon jó. Nagyon szép lett, imádom ezt a hajat. Inkább hablányoknak használnám, mint sima színeknek, de vannak olyan színeim, akik egyébként szeretik a színes hajakat, és itt van ez a göndörhaj is színesben. Hasonló az előzőre, nagyon vad ez a barna a vörössel. Jó feltűnő. A fekete ebben is nagyon tetszik. El tudjátok képzelni a többit. Szerintem visszamegyünk a kis szőkére, és választunk mondjuk egy ilyen hajat, és csak azért választom ezt a hajat most, hogy lássunk mindent, ami majd itt lent történik, mert megnézzük a ruhákat hamarosan, de nézzünk pár sapkát is. Előtte van egy ilyen kendőnk, ami nekem nem tetszik, de ettől függetlenül lehet, hogy hasznát veszem később a játékban, mert nagyon sokszor csinálok olyan szímeket, akik nem pont azt az ízlést tükrözik, mint én, és ettől még nagyon szeretem őket, és külön hálás vagyok érte, hogy érkezett külön fekete színben, sima, egyszínű feketében ez a kis fejkendő, mert az mindig sokat segít, sőt, sima feketében még tetszik is, persze egy dugsabb hajjal, és ez a kis maszk pedig a búvárkodáshoz készült, úgyhogy nem valószínű, hogy ebben flangálni fognak a szímek, viszont ebben látjátok majd őket, amikor elkülditek búvárkodni. Sminkekből kettő újat kaptunk. Van egy ilyen teljes maszatolós, festett szem smink, ami ilyen talán benszülötteknek a kis tradicionális sminkje, nem tudom, el sem tudom képzelni. Nem valószínű, hogy használni fogom gyakran, esetleg a shellőknél. És van még egy ilyenünk, ezt a kettőt egymásra lehet rakni, de inkább szedjük le, úgy egy kicsit sok volt. Van egy ilyen csillogó, hogyha forgatod a szímet, akkor csillog, látjátok? Egy ilyen csillogó pikkely sminkünk van, ez is a hablányoknak, illetve shellőknek készült. De ezt most gyorsan le is veszük, és itt megmutatok nektek egy új háttetoválást, ami ezzel a kiegészítővel érkezett, gyorsan itt meg is nézzük. Nincsen belőle több szín, csak feketében érkezett, és még van három másik, akkor gyorsan meg is mutatom őket, annak ellenére, hogy ráraktam a következő szímemre, hogy ne felejtsem el a maradékot. Van egy ilyen kartetoválásunk, ami így a mellett is érinti, férfiaknál is, hogyha megnézitek, akkor így körbe kerüli a mellkassán a mellbimbóját, meg minden. Nyilván a hölgyeknél nem látszik, mert ott a melltartó, de ez ugyanaz a tetoválás. Ez ilyen kis törzsi tetkó, és kaptunk két lábtetkót, aminek nagyon-nagyon örülök, szerintem írtó jól néz ki. Hát magáért beszélnek, szerintem. A másik pedig egy másik lábra való, egy kicsit sok ez a tetkó, úgyhogy leveszek egy párat, hogy arra tudjunk koncentrálni, amit épp nézünk. Ez egy ilyen egész lábas tetoválás, és imádom. Nagyon-nagyon tetszik. Jól leveszik a kis szímünkről, meg a háttetkót is leveszem, csak hogy lássuk teljes valójában a ruhákat, amiket most fogunk nézni. Nézzük meg először a pólókat, vagy hát felsőket, nem mindegyik póló. Van egy ilyen bikinire felvett laza kis hosszú per 3/4 ujjas felsőnk megkötve, és szerintem nagyon szép, tetszik az ombre rajta, hogy ilyen színátmenetes. Imádom a színeket, és azt is, hogy van nem ombre verzió is, főleg, hogy sima fekete is van. Én mindig elvárom, hogy legyen sima fekete és fehér színkombináció az egyes ruhákhoz, szóval mindig nagy újongásban török ki, hogyha tényleg megkapjuk.
kicsit júj, kicsit lejjebb veszik a mellét a szemünknek, hogy ne torzítsa a ruhákat, amíg nézegetjük őket. Van egy újabb bikinink, amire egy újatlan pár pánt nélküli felsőt vett föl a szemünk. Szerintem ez is nagyon király. Igazából, és egy kicsit átlátszó, úgy látom, lehet, hogy vizes vagy, nem tudom, mit akartak ezzel csinálni, de tetszik, hogy átlátszó. Szóval nagyon-nagyon sok ilyen strandviseletet kaptunk ezzel a kiegészítővel értelemszerűen. Simák is vannak, imádom a simákat, csak összevontam volna a mondatomat, ez a kedvencem, eddig nézzétek, mennyire királyul néz ki. Alig várom, hogy szimeket csináljak ezzel a kiegészítővel. Van egy ilyen kis aszimmetrikus crop topunk, és meg kell, hogy mondjam, imádom ezt a mintát, imádom a színeit, imádom a kis madarakat, meg mindent. Néztem nem is olyan rég egy hasonló ruhát, aminek ilyen volt a mintája, és nagyon-nagyon megtetszett. Van több színbe is madaras, vannak sima csíkosak, a kicsit kevésbé feltűnőségre vágyó szimeknek, és vannak egyszínűek is, illetve hát kétszínűek, de mintanélküliek. Bár ezen van egy ilyen kis sáv. Szerintem ez egy aranyos részlet egyébként, hogy belerakták azt a kis sávot oda ezekbe. A következő ruhánk pedig szintén egy bikini per ilyen melltartó szerűség, rávéve egy ilyen laza valamivel. Sosem tudom a ruháknak a neveit, mert én le vagyok ragadva ott, hogy létezik az egyberuha, létezik a póló, létezik a hosszú nadrág, meg a rövid nadrág. Szóval ez az én divat szókincsem, ezért elnézést kérek. Ez nagyon királyul néz ki. Sok-sok szín, vadabbak, kevésbé vadabbak. A következő egy ilyen tradicionálisabb crop top, elég lazának néz ki. Egyszínűek. Imádom az egyszínűeket. Nagyon-nagyon tetszik egyébként a virágos, kevésbé tradicionális fekete. Köszönöm szépen, és hol a fehér? Eddig nagyon jól teljesítettek a fekete színekben, de a fehéreket egy kicsit elhanyagolva érzem. És van még egy bikinink rávéve valami laza kardigánnal. Nagyon-nagyon szép színekben. Fekete megint megvan. Ez az. Ennek örülök, de a fehér megint egy kicsit visszaszorult. A következő egy ilyen, hát ezt már nem crop topnak hívják, vagy még ez is crop top kategória, az a piros. Mindegy, nem értek hozzá. Szóval van egy ilyen piros felsünk, és rávettek egy ilyen kb. Átlátszó melegítő felsőt, ami meg van kötve, fogalmam sincs. Elég érdekes divat választás. Egyébként nekem nagyon tetszik, szóval kinézetre jól néz ki, de nem tudom, hogy ilyen létezik-e és valaki hord-e ilyet. De meglátjuk. Lehet, hogy az én szimeim fognak hordani a legtöbbet az ilyenből. És van még egy crop topunk, ez meglehetősen rövid egyébként. Tehát úgy éppen mell alá ér. Nem érezném kényelmesen magam ebben, mert felnyújtózkodok egy picit a kezeimmel, és már hups, nem takar semmit. Mármint nem csak én esetemben, hanem senkinél. Szerintem, upi, ne ugorjunk ennyire előre. Megnézzük az összes szint. Ez kicsit nekem olyan kína is. Mármint, hogy olyan kínai kultúrás, de jól néz ki. A következő szintén egy átlátszó felső, egy melltartó szerűséggel. Jó sok átlátszó cuccot kaptunk. Ugyanazt tudom elmondani, mint a többinél, mert igazából hasonlít, hogy királyul néz ki. És van fehér, ami király. És van sima fekete, ami még királyabb, mert ez ugye nem sima fehér. Van egy ilyen általam lepedő pólónak hívott ruhadarab, azért lepedő, mert kb. Itt össze van varva, meg ott összekötve egy anyag, aztán kész. Ebből is egészen sok szín érkezik, és imádom, hogy van belőle sima egyszínű, de itt egy kicsit elhanyagolták a sima fekete és fehér variáció. Na nem baj, ugorjunk tovább. Ez is egy kicsit szerintem olyan kínai kultúrás, vagy engem legalábbis erre emlékeztet, aztán ki tudja. Nekem ez annyira nem tetszik, és tuti soha egyik szímem sem fogja hordani, csak ha nagyon rá erőltetem magam. De sokaknak tetszhet ez a divat is, úgyhogy egyáltalán nem
kritikának szántam azt, hogy nekem személyesen nem tetszik. Ez viszont a legjobb bikini felső, amit beraktak eddig a játékba. Szerintem ilyen kicsit horgoltnak tűnik. És ezek nagyon divatosak mostanában, szóval nagyon-nagyon jól jött a játékban. A következő ruhadarabot, már mint ezt, nem igazán tudom hova tenni, mert egy ilyen fürdőruha felső kabáttal, vagyis Jackivel, és így nem igazán értem. Esetleg akkor tudnám elképzelni így a szimemet, hogyha ezt választanám edzőruhának, és kiizzadt, nem akar megfázni, ezért gyorsan magára kap valamit. Ez az egyetlen magyarázat, hogy valaki így öltözik egyébként. Nagyon rossz lehet felvenni kabátot, így majdnem félig csupin. Nem olyan jó a kabátok anyaga belül. A következő egy ilyen csíkos póló, ami szerintem valamelyik munkához kapcsolódik, feltehetően. Talán az életmentőhöz. Ez még egy ilyen kis pánt nélküli toppocska, tradicionális törzsi motívumokkal, amit a királyul néz ki. Ezt azért a szigetlakókon biztosan használni fogom. Van még egy új bikini felsőnk, volt egyébként egy ugyanilyen bikini felsőm feketében, és imádtam, csak eltűnt. Mindegy. Majd egyszer megtalálom, szóval pont ugyanilyenem volt. Imádom ezeket a színeket, és ebből van fekete-fehér. Külön köszönök szépen. És látjátok, színben nagyjából passzol az alap bugyihoz. Egy kicsit tér el, de úgy nagyjából élik ahhoz a színhez. És van két másik melltartónk, ami így itt az alja is sugallja a képnek, hogy valószínűleg a kis, majdnem medúzát mondtam, de a kis sellőnknek készült. Ettől függetlenül nem akadályoz meg senkit abban, hogy ezt sima, normál színekre adja, hogyha szeretné. Szóval van egy kókuszdiós melltartónk és egy, hogy hívják ezt, kagyló melltartónk. Vegyünk föl egy szép, fekete, semleges felsőt, ami mellett megnézhetjük a gatyákat. Van egy ilyen kis hosszú nadrágunk kendővel. Az egyetlen problémám ezekkel, amit már többen is említettek, akik korábban láthatták ezt, mint én, hogy mindegyik gatya csípőgatya. És rengeteg sok... Hú, ennek nincs háta, úristen, de jól néz ki. Szóval rengeteg sok crop topot, meg ilyen rövid felsőt kaptunk, és ez egy olyan alap divatszabály, hogy nem hordunk ilyen nagyon köldök kivillantós csípőgatyát rövid felsővel, szóval, hogyha a felsődet rövidíted, akkor a gatyádat magasítod egy kicsit, legalább addig, hogy így eddig érjen a köldöködik, hogy ne legyen ki mindened, és én ehhez tartom magam, és a szimeimet is ehhez próbálom tartani, úgyhogy szomorú, hogy például ezt a tök jó gatyát nem hordhatnám ezzel a felsővel, vagyis hát úgy nem vinne rá a lélek, hogy így öltöztessem a szimemet. Van egy ilyen szoknyánk, ez egy ilyen törzsi szoknya, és ugyanaz vonatkozik rá, mint az előbb látott nadrágra, bár nyilvánvalóan találok hozzá másik felsőt, ami nem köldökvillantós. Na ez a szoknya, ez tökéletes a fent említett toppokhoz. Nagyon-nagyon szép színekben is érkezik, úgyhogy ezzel már nyugodtan fel lehet venni őket. Ah, nézzétek, milyen jól néz ki! És kaptunk fekete-fehéret, köszönöm szépen! Mondjuk itt meg a pirosat hiányolom egy kicsit, bár kaptunk narancssárgát, az is jó. Van egy nadrágunk, ez már majdnem eléri így a köldök szintet, szóval már majdnem jó. Ez egy kicsit úgy rezgeti a lécet, még ezzel el tudom képzelni a rövid ruhákat egyébként. Van még egy szoknyánk, és szerencsére ez is pont eltakarja a köldök vonalat. Oh, annyira szépek, nézzétek a textúráját. Azt az övet, ez egy ilyen lapszoknya. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Imádom a Creative Simet ezzel a pekkel. Végül mégis kaptunk egy derék magas törzsi szoknyát is. Szupi. Egy kicsit megnyugodott a lelkem egyébként, mert mindenhol ezt a kettőt mutogatták, és hát azok tényleg nem elég magasak.
kaptunk egy rövid nadrágot, ez is már majdnem eléri a köldök magasságot, meg egyébként is az ilyeneket, viszont bikinivel szokták hordani, ez egy kicsit ilyen úszógatyás, és nagyon-nagyon király. Szupi, van még egy szoknyánk, ez köldök alatt van, de mivel ezt is bikinivel szokás hordani, ezért így ez egyáltalán nem probléma, és vannak sima színek. Ah, nézzétek, fekete, feketével. Imádom, hogy berakták a feketéket. Mármint a színt. ez is nagyon királyul néz ki. És van egy bikini alsónk az előbb látott felsőhöz, mármint az előző kategóriában látott felsőhöz, ami nagyon-nagyon király. És van még egy nagyon csípő, hupi, törzsi szoknyánk. Szép zöld színben. Mindegyik így kicsit ilyen aszimmetrikus, mindegyik ilyen lapszoknya igazából ezek közül. Fekete-fehérért külön köszönet, itt nem raktak semmilyen más sima verziót, csak a fekete-fehéret. Nagyon örülök, hogy erre figyeltek. Még egy törzsi szoknya, érdekes kis felső részen, ami úgy néz ki, mint egy ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt az anyagot, de olyan, úgy néz ki, mint egy fonott bútor. És valószínűleg olyan is egyébként. Ez egy király kis törzsi szoknya. És van egy bikini alsónk egy ilyen kis strandkendővel. És most úgy döntött a gépem, hogy ő egy kicsit megfagy. Úgyhogy várunk. Visszafagyott, szóval nézzük a többi színt. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, tutira lesz szímem, aki így fogja csapatni a strandon, és én már alig várom. Oké, következő kategória az az egyberuhák kategóriája. Ha nézitek a videóimat, tudjátok, hogy ez a kedvencem, mindig ezt várom a legjobban, úgyhogy ezt hagyom a végére. Nézzük is meg, van egy új overallunk, crop toppal, per melltartóval, per nem tudom én, hogy hívják azt. És nagyon szép sima színekben érkezik, tehát hogy nem túl extra, nem túl kihívó, kivéve egy pár verziót, és ennek nagyon örülök, fekete-fehér, köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Van egy ilyen kis szintén lap szoknyaszerűségünk, egyberuha, és imádom, hogyha lenne ilyen a való életben, most valamelyik boltban megvenném. Biztos, hogy van egyébként, csak még nem láttam. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép. Imádom ezeket az ombrékat, és vannak egyszerű, egyszínűek is, amiket viszont simán odaadnék a szímemnek, hogyha mondjuk egy koktélpartira hivatalos. Köszönöm még egyszer a feketét, minden egyes ruhánál meg fogom köszönni, ha feketét vagy fehéret látok. Nagyon-nagyon tetszik ez a kis trópusi egyberuha. Nagyon laza, nagyon nyári. Most úgy elmennék egy tengerpartra, életemben eddig talán kétszer láttam tengert, de annyira elmennék fetrengeni a homokba, vagy valami. Ez eddig a kedvencem. Nézzétek ezt az élénkéket azzal a rózsaszínnel. Wow. Van narancssárga, rózsaszín, zöld, kék, és köszönöm szépen a fekete variációt. Akkor a következő is egy ilyen egyberuhan, de egy kicsit sokat mutat, szóval fel kellett alávenni egy bikini felsőt, illetve van egy ilyen szép kis öv rákötve, ami valószínűleg nem járt eredetileg a ruhához. Aztán persze ki tudja, nagyon szép színekben érkezik, köszönöm a fekete-fehéret, meg a fehér-feketét is. Nagyon-nagyon tetszik. Ez az egyberuha is csodaszép, imádom a hátkivágást, tetszik a rárakott kis kendő is, egy kicsit Halloween feeling, de nagyon tetszik. Igazából a trópusokon, ahol annyira füllet meleg van, ott nem is nagyon lehet nehezebb ruhánkba járni. Én is Halloweenben járnék. Ez is egy kicsit Halloween-es ruha. Nagyon tetszik az aszimmetriája, tetszik, hogy oda van varva az a kis hosszabb rész. Az ombré szín is tetszik, a hátkivágás is. Nézzük a többi színt. Gyorsan végig megyünk rajta, mert szerintem másfél órás lesz ez a videó. Ebből csak ombrés van, de nem bánom. Van egy egyberészes fürdőruhánk is, aminek nagyon-nagyon örülök, például a kicsit molettebb színeken gyönyörűen fog állni ez a fürdőruha. Nyilvánvalóan a vékonyakon is, de a vékonyakon minden jól áll. És köszönöm a sima feketét.
Nagyon-nagyon tetszik ez a fürdőruha, ennek nagyon örülök, és van egy búvárruhánk. Búvárkodáshoz is ez egy nagyon király búvárruha, ugyanis elég sokféle színben érkezik. Van például öltöny, van egy ilyen extra, ezek nem annyira extrák, és van egy csontvázas, imádom a csont is, búvárruhát. Na, mit nem mutattam még meg a hölgyeknél? Szerintem nézzük meg a cipőket. És a kiegészítőket, nézzük meg a kiegészítőket. Kiegészítőhöz csak ezek a kis levél karkötők érkeztek, háromféle levél zöldben, meglepő módon. És ezen kívül nem érkezett semmi. Szerintem nem érkezett ezen kívül semmi kiegészítő a hölgyeknek. Nézzük meg akkor a cipőket. Kaptunk egy ilyen papucsot, amit imádok, kötelező nyári felszerelés, sok-sok vidám színben. Köszönöm a feketét. Köszönöm a fehéret, és a sárgát is. Imádom a sárgát, mostanában nagyon sárgás vagyok. Mármint, hogy szeretem a sárga színt. Van egy ilyen kis klasszikusabb, talán bőr, vagy nem tudom milyen papucsunk is. Szerintem ez férfiaknak is elérhető egyébként. Van egy fonott sanding, kicsit fura a talpa, nekem az nem tetszik egyébként, de remélem van másmilyen színben, például így nem olyan rossz. Tehát, hogy mondjuk olyan, aminek nem... Ez. Erre gondoltam. Tehát, aminek nem olyan extra a talpa, mert egy kicsit sok nekem, hogy az is fonott, és különböző színekkel fonott, meg a felső része is. Úgyhogy a sima fekete-fehér az nagyon kellett. És az utolsó lábbeli az egy ilyen kis béka talp, amivel nyilvánvalóan búvárkodni járnak a szimek, úgyhogy ezt most levesszük, és kiválasztjuk a szimünknek ezt a papucsot. Ennyi a női ruha kategória, azt hiszem legalábbis, de még eszembe jutott, hogy itt elfelejtettük megnézni a fejre való kiegészítőket. Van egy ilyen hatalmas kis ilyen szőrös, vagy nem tudom, hogy hívjam ezt, fülbevalónk, és nagyon tetszik, nagyon divatos mostanában, úgyhogy tökéletesen illik ebbe a játékba. Nekem is van ilyen kis pomponos fülbevalóm, és imádom. Nem ilyen, hanem csak ilyen lerógó pomponos, de tök király. Van egy búvár szemüvegünk, szintén búvárkodáshoz, tehát nem mindennapokhoz van egy... Ezt most nem tudom ráadni ehhez a ruhához. Várjatok. Mi folyik itt? Jó, ezen látszik. Szóval van egy ilyen kis virágfüzérünk, nagyon Hawaii. Hawaii Dizsi napfény. Többfajta színben. Ezt képzeljétek el mondjuk, vagy ezt egy esküvői ruhával, egy ilyen nagyon lenge esküvői ruhával. És képzeljétek hozzá egy ilyen trópusi esküvőt, szerintem tök jól néz ki. Van egy fülbevalóhoz illő nyakláncunk, természetesen ugyanazokban a színekben, mint a fülbevaló. Van egy sípunk az életmentőknek, többféle színben. Szerintem annyira nem izgi. Van egy ilyen kagylónyakláncunk a benszülötteknek, per őslakosoknak tetszik a sima, fehérebb, visszafogottabb variáció. És van még egy ilyen gyöngynyakláncunk, ami szerintem sokrétűen használható, tehát a hétköznapokban is nem feltétlen kell szigetlakónak lenni hozzá. Szóval ennyit a hölgyekről, a sminket azt megmutattam nektek. Ugorjunk át a férfiak cuccaira, ugye itt látjátok a sok-sok tetkót, amit most leveszek, mert már megnéztük őket. Hajaknál ugyanazokat kapták köbben, mint a nők. Most már mindig mindegyiket mindkét nemnek lehet adni, nincsen új arcszőrzet. Kalapnak szintén ugyanazt kapták, mint a nők. Kiegészítőnek csak a síp, a búvár cuccos és a kis hawaii nyaklánc per virágfüzér stimmel. Oké, ezek szerint itt mindent ugyanazt kaptak köbben, mint a nők. És akkor nézzük a felsőket. Van egy ilyen kis resgárdunk szörfözéshez. Nagyon kis vízáteresztő, légáteresztő, tapadós, csillogós királyság. Egyébként szörfezni nem lehet a játékban, de ez ilyen szörf ruha. Igazából van egy trikónk, ami oldalt jól ki van vágva, hogy szellőzzenek a kellemetlen részek.
Van sima fekete-fehér, köszönöm szépen. És a következő egy ilyen kigombolt ink a nagyon túlhevült címeknek. Van három hawaii mintás, meg egy pár sima fekete és fehér is van, úgyhogy újabb köszönet. Van egy kicsit szaggatott trikó, ami szerintem jól néz ki mondjuk halászoknak, vagy egyéb laza csávóknak. Sima fekete-fehér, ez az... De szerintem király egyébként. Ezt sem tudom hova rakni, ugyanúgy, mint a nőknél, hogy a félcsupi testére felvesz egy kabátot. Akkor már vegyem fel valami, nem tudom, lengébbet. De egyébként a kabát mintája tökéletes. De mondjuk jobban tudtam volna értékelni, hogyha van alatta ott egy trikó. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én így. És valószínűleg nem fogom adni a szimeimnek ezt a ruhát. Úgy soha. De csak azért, mert nincs alatta legalább egy trikó. Van még egy hawaii ingünk. Kicsit kiszta vagy, nem? Vagy nem tudom, mi van ezzel a csávóval. Olyan fura a testalkata. Na mindegy. Szóval van egy hawaii ingünk, nem hawaii mintákban, és fekete-fehérben is. Szupi. Szerintem ez egy nagyon szép ing, úgyhogy abszolút látom magamat, ahogy használom. Van egy törzsi ingecskénk, ami nekem megint a kínai a ruházatot eleveníti meg. Van egy kigombolt rövidújas ingünk is. Szép kis hawaiios virágos mintákban, törzsi motívumokkal és három sima verzióban. Szintén fekete-fehérben, ami király. Van még egy ráadásul fel is cipzárazott, kabátszerű, jackie-szerű vagy pulcsi-szerű valami aláöltöző per póló trikó nélkül. Úgyhogy nekem ez szintén egy ilyen nagy nem, soha nem lesz a színeimen. Feltehetőleg, de nem csak nekem készítették ezt a játékot. Van egy ilyen kis, nagyon szép szövet felsőnk, látszik is a szövetnek a textúrája egyébként. Lehet, hogy ti a felvételen nem látjátok, de én a monitoron igen. És nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Nyilvánvalóan inkább az őslakosok viselete, mint a városi szimeki. Kaptunk egy sima pólót a sima pólókból, sohasem elég. Ez egy kicsit olyan vastagabb pamut pólónak tűnik. Van több mintában is, ami szupi. Van egy kicsit extrém is, de nagyon-nagyon örülök annak, hogy a sima variációkkal kezdték, és azt látom először így a katalógusban, nem az őrült verziót, mert így könnyebb választani. Van egy megtépett pólónk, lehet, hogy megette egy cápa. És alatta egy resgárd per aláöltöző ruha. Szép színes. Szörfölőknek ajánlatos. Kiválasztok valami olyan pólót, ami nem nagyon takarja a gatyákat. Például ezt, mert ez ilyen betűrős, ahogy látjátok. És megnézzük a nadrágokat. Kaptunk egy ilyen kis strand nadrágot, ami simán hordható. Utcára is van rajta cipzár, meg egy csomó zseb, meg nagyon-nagyon szép minták, nekem ez nagyon tetszik ez a nadrág. Mondjuk majdnem minden ruha nagyon tetszik eddig, csak egy pár nem, és örülök a sima verziónak. Egy kicsit fura a grafikája egyébként, tehát hogy olyan, mintha csak rajzolva lenne. Tehát úgy nem csinálták meg túl részletesen magát az anyagot. Nem tudom, mi van ezzel, lehet, hogy kijavítják, lehet, hogy direkt ilyen, kicsit ilyen moszkínos, nem tudom. Van egy ilyen hosszú nagyon ez a nadrágunk, szerintem ez mostanában divat, legalábbis a nőknél, és egyébként nyilván adhatjátok a női szimetekre is, hogyha szeretnétek. És hát az őslakosoknak a viselete lehet ez például. Van egy ilyen budgyos gatyánk, amit nem szeretek, nem szeretem a nagyon ilyen szinten budgyos gatyákat a férfiakon. Majd, hogyha látok szimeket ebben flangálni a városban, akkor úgy elfogadom, de a saját szimeim valószínűleg nem fogják hordani ezt soha. Van egy ilyen jó, rövid úszó nasztrónk. Szép-szép mintákkal. Ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Férfiaknak már kellett egy pár fürdőnadrág, mert egy kicsit úgy éreztem, hogy nincs túl nagy választék. Van egy fürdőgatyánk egy ilyen kis kendővel. Ami király. Az a fekete-fehér az nagyon... kellett, és a fehér-fekete is.
Van egy csakkendőnk, remélem van alatta azért valami alsógatya, vagy ilyesmi. Mindegy. Ez talán valami törölköző egyébként köré kötve, legalábbis úgy néz ki. Van egy ilyen nadrágunk, ami nekem olyan motoros nadrágnak tűnik, de persze nem az. Ez semmi a kedvencem, amúgy. Így az opciók közül. Viszont ez annál inkább, imádom a szakadt farmert, ez a hosszúság tökéletes a férfiaknak és nőknek is egyaránt. Egyébként nem szeretem a nagyon rövid nadrágot, mert az kényelmetlen nyárom, szerintem. És nagyon sok számomra megfelelő színben érkezett, sok-sok szürke, kék, fekete, fehér. Úgyhogy ez a legjobb férfi nadrág ever, amit eddig láttunk a játékban. Van még egy ilyen kis szoknyaszerű valami férfiaknak. Ez volt nőknél is, nem? Ez is van fekete-fehérben, meg egy csomó színesben. És van ez a kis fonottas, olyan, mintha egy bútort magára tekert volna szoknya, ami nagyon kényelmetlennek tűnik, csak nézzétek meg a textúráját, hát én biztos fel nem venném. És van még egy szoknyánk, per ilyen kendő köré tekerve mindenféle mintában. Ez is volt nőknél, hogyha jól emlékszem. Ennyit a férfi nadrágokról, nézzük a férfi öltözeteket. Nos, a férfiak csak azt a búvárruhát kapták, ami a nőknek is megvan. Úgyhogy menjünk vissza, kap egy nadrágot, meg valami pólót, így. És nézzük meg a cipőket. Azt a szandált kapta, amit a nők. És ezt a kis búvárkodáshoz való békatalpat. Kiegészítőket megnéztük szerintem. Talán nem hagytam ki semmit. Milyen orrod van neked, srác? Na, menjünk tovább, nézzük meg a gyerekeket. Kaptak két új hajat, ezt a kontyot, és ezt a kis tarajas hajat, ami szerintem nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon sok kis srácnak van ilyen haja, legalábbis Magyarországon sok ilyet látok, akik ilyenben flaggálnak. Megkaptuk a legkevésbé kedvencebb hajamat a felnőtt nőktől, de egyébként aranyosan néz ki ez a kislány benne, úgyhogy nem bánom, nincsen új shopping, csak egy búver felszerelésünk van, meg egy ilyen kis rózsafizérünk, vagy nem rózsafizérünk, hanem virágfizérünk, amit már láthattatok korábban, smink nincs a gyerekeknek. Viszont van négy új felsőnk, ugyanennyi a fiúknak is, látjátok, kiigszelgetem a feminin jelzőt, hogy az összes gyerek kategóriát meg tudjam mutatni. Ez a póló nagyon-nagyon aranyos, nagyon tetszik, úgyhogy örülök, hogy a gyerekekre is gondoltak, még ha csak egy kicsit is, de gondoltak. Van egy olyan szörf felsőnk, mint a felnőtt férfiaknak. Kicsit megtépázott ez is. Nagyon királyul néz ki, van egy ilyen kis hullámos aljú toppunk. Ez, ebből is van egy kis benszülöttes minta, meg egy pár modernebb. Köszönöm a... nem teljesen feketét, sőt, kicsit inkább barnás verziót. Ezt annyira nem köszönöm, de mindegy. És ez a Ultimate Cuki felső kislányoknak. Hát mennyire aranyos már ez. Mint esetleg fürdőruha, de igazából szerintem a szingeten flangálhatnak ilyesmiben a gyerekek. Nagyon-nagyon jól néz ki, nekem nagyon tetszik. Nézzük meg a nadrágokat. Kaptak egy ilyen szoknyát, kendőt. Nem tudom már, hogy hívjam őket igazából, eddig szoknyának hívtam őket, és szerintem marad az is. Kaptak egy másik fajta kendőszoknyát. Mindenféle színben. Még egy kendőszoknya, csak rövid. Ez is sok-sok színben van. Gyerekek nem kaptak sok sima fekete-fehér variációt. Kaptunk egy ilyen surfer gatyát kendővel, vagy hát pulcsival, körétekert pulcsival. Kaptunk egy rövid nadrágot, végre valami, ami nem feltétlen nagyon szigetes, hanem bármikor felhasználható. Imádom a mintáit, szerintem nagyon király. Nagyon-nagyon szép. És megkaptuk a fonott, nem tudom én milyen bútor szoknyákat is a gyerekeknek. Egyberészesből pedig van a búvárruhájuk, ami rövid ujjas egyébként. Mindenféle mintában és színben.
mondjuk szín több van, mint minta, úgy látom, kb. Ez az egy minta van belőle, de nem baj. Kár, hogy ők nem kaptak csontvázasat, meg öltönyöset, tök menő lenne. Van egy ilyen kis törzsi szoknyánk, ami szerintem nagyon elegáns és nagyon szép, és nem feltétlen szigetlakókra adnám én speciál, de inkább nekik. Ezt például bárkinek. Ez nagyon királyul néz ki, köszönöm a feketét, de az egyszerű feketét, ennek örülök. Ez is nagyon tetszik, ez egy ing, és köré van csavarva egy ilyen rongy. Per takaró, per törölköző, ki minek hiszi az, de szerintem az összkép nagyon jól néz ki. Ez egy nagyon-nagyon kreatív ruhadarab szerintem. És ezt is nagyon imádom, abszolút hétköznapi, nem feltétlenül szigetes, és teljesen valósághű, mert mint ilyen ruhák a valóságban is vannak. Néha azt érzem a Sims 4-nél, hogy nagyon sok olyan ruhát raknak bele a játékba, ami nem létezik. Tehát, hogy túlságosan elmennek nagyon sokszor az ilyen designer irányba, és mindig nagyon örülök, hogyha találok valamit, ami nem olyan. Oké, fiúk nem kaptak több ruhát, mint a lányok. Várjatok, van még itt egy ilyen fürdőruha. Egy egyberészes fürdőruha, amit elfelejtettem megmutatni. Szóval örülök az ilyen egyszerűbb dolgoknak. Ez egy király fürdőruha. Egyébként kiegészítőnek kaptak egy harisnyát a gyerekek. Hát ilyen leggingset. Mindenféle szép mintában. Nagyon király, van legalább egyszerű fekete is, szerintem ez nagyon jól jött a gyerekeknek. És vannak ezek a színesek. Szupi, ezzel meg vagyunk. Cipőnek kaptak egy új papucsot, nagyon-nagyon cuki, olyan, mint a felnőtteké, vagyis hát hasonló. De annyira király, nézzétek. Fekete-fehér, itt is megtalálható, jár a keks, plusz pont, minden. Van még egy papucs, szerintem ez is nagyon királyul néz ki. És szintén nagyon hétköznapi és valósághű, aminek nagyon örülök, és van a búvárkodós kis béka talpunk. Azt hiszem, ennyi a gyerekek cucca. Szerintem nem hagytam ki semmit, de ez nem garancia. Úgyhogy, ha kifelejtettem valamit, amint ráteszitek a kezeteket a játékra, szóljatok. A tipegők sem maradhatnak ki, ők is kaptak új dolgokat, hát hajat azt éppen nem, meg sapkát sem, meg egyébként fejkiegészítőket sem, viszont kaptak egy aranyos kis fürdőruhát, mert minthogy ezt a kis szörfözős fürdőruha anyagú kis rezsgárdot, ami szerintem írtó cuki. És kaptak ilyen kis szoknyákat, nézzétek azokat a madarakat, a szemtukánok. Istenem, annyira cuki Hawaii mintás. Milyen más, milyen mintás, de tök király, és sima. Köszönöm a simát. Kaptak egy új fürdőgatyát, nézzétek ezt a kis tenger mintájú fürdőgatyát, hát nem édes. Megzabálom, és vannak virágosak is, meg mindenféle csíkos. Van fiúsabb, lányosabb, semlegesebb, csíkos. Ja, csíkosat már mondtam. De nem baj, és kaptak egy fűszoknyát is, aminek szintén olyan fura teteje van. Olyan bútor teteje van. Kiegészítőnek... Jaj, le kell vennem a felsőt, hogy meg tudjátok nézni. Karúszót kaptak, és én teljesen odáig vagyok. Hát nem ez a legcukibb dolog ever. Imádom, ha a tipegők kapnak valamit valamelyik kiegészítővel, mert bármit kapnak, az írtó aranyos. Meghalok. Nagyon. Imádom. És nem kaptak új cipőt, úgyhogy ennyi volt a tipegőknek a cucca. Nézzük meg, mit tudnak ezek a sellők itt. Kiválasztjuk a sellő formájukat. És láthatjátok, hogy 4 fajta uszonyt kaptunk. Ez az első, különböző színekben, nagyon szép, sötét színei vannak, meg ilyen extra, például ennek a csíkjai zöldbe mennek át. Szerintem nagyon-nagyon jó munkát végeztek ezekkel a sellőfarkakkal, és nagyon-nagyon szépen csillognak egyébként, ahogy így forgatod őket, szóval olyan autentikusan pikkelynek néznek ki. Vannak ilyen extra mintázatok. Ez tiszta sellő Barbie. Van egy sötét zöld, ami klasszikus Ariel.
ilyen halfarok, mert mint hogy ez egy létező hal farka. Ezek is ilyen kis színesebbek. Ó, ez is Shallow Barbie. És nagyon-nagyon szép. Van egy másik, ami hasonló, mint az előző, nem jön a nagyon túlcsicsázott verziókban, kivéve a szivárványt, de ennek látjátok ezeket a kis pöttyeit, ezek így, hát így vibrálnak, vagyis hát így világítanak. Van még egy farkunk, ami más milyen alakú, mint az előző, nem tudom mennyire látjátok, tehát hogy ez egy ilyen kicsit teltebb, ez meg ilyen hegyesebb végű. Tehát más milyen formájú, meg itt is más egy kicsit az oldaluszonya, mint az előzőnek, és nagyjából ugyanazokban a színekben megtalálható, de egy kicsit variáltak rajta, szóval ez ilyen kis kacskaringós volt. Az a fekete például, ezek simák szerencsére, ez nagyon tetszik, ez a fehér. Van még színes kacskaringós. Ez is tiszta a Shallow Barbie egyébként. Sötét zöld, nagyon-nagyon szép ebből is, a kék is. Ez is nagyon király, ez egy mintásabb. Wow. Ezek olyan valódi halnak kinéző Shallow farkak szerintem, és nagyon örülök neki, mert mint az ilyen, itt például ez az utolsó három. És akkor van ebből is egy ilyen kis csillogósabb verzió, aminél ezek a kis pöttyök csillognak, és visszaverik a fényt, ami nagyon király, nagyon szép. Persze nem az összesből, egy párból. Hagyjuk most fent ezt a sárgát, vagy válaszok a sötét zöld arieleset, és nézzük meg a felsőket. Felsőnek ugye megkaptuk azokat, amiket már néztünk a sima szemeknél, viszont van csak Shallow-k számára elérhető ilyen pikkely felső, ez egy kicsit sokat mutat, meg jaj, jaj. Na mindegy, inkább nem nyúlok hozzá. Szóval van egy ilyen csak Shallow-knek adható felső, ami nem igazán felső, hanem ott is pikkelyesek, és így nem kell ruhát hordaniuk. Szerintem ez nagyon király. Egyébként ez a verzió egy kicsit olyan szexi Shallow-s, nem túl hát hogy mondjam, nem túl diszkrét. Próbáltam egy angol szót megkeresni a magyar szókincsemben, és nem jött össze. A háta is nagyon szépen egybeolvad a farkával. Látjátok, alig látszik az átmenet egyébként, tehát hogy hiába adtam másmilyen uszonyszínt, nem annyira zavaró, hogy másmilyen a felső. Egy kicsit ez a minta zavaró ott egyébként, de amúgy meg nem, szóval tök jól variálhatóak. És van egy másik kevésbé sokat mutató pikkelyezés. Ez nekem jóval jobban tetszik, mint a másik. A háta is máshogy van kivágva. Szerintem ez egy király, meg egyrészt olyan véletlenszerűbbnek néz ki, nem úgy, mint ami így nagyon tervezve van, hogy igenis ez ilyen kivágott ruhaként nőjön. Imádom ezeket, úgyhogy alig várom, hogy készítsek egy Shallow-t majd. Természetesen ilyenek is lesznek majd a csatornán, és nem tudom, miért nem tudok elmenni onnan, és persze bikinit is adhatunk rá, hogyha szeretnénk. Nem korlátoz minket senki. Igazából minden más azonos, és így külön lehet őket módosítani, szóval most ezt a Shallow-t. Hey. Ja, ezeket nem tudom változtatni. Szóval ezeket a csúszkákat nem lehet változtatni a különböző formákon, de ha én most itt csinálok egy ilyen kis dagib Shallow-t, vagy hát így mindent felnagyítok rajta, akkor az emberem attól még vékony maradt, tehát külön lehet változtatni a Shallow-nek a cuccait az emberétől, hogyha ez így ki van kapcsolva, ha összekapcsolom, akkor egyformák lesznek. A hajak ugyanazok egyébként. Nézzük meg a férfiakét is, férfiaknál az uszony más-e, mint a nőknél. Szerintem teljesen ugyanazok az uszonyok, ugyanaz a négy uszony. Semmi extra, mert minthogy de ezek nagyon extrák, csak már láttuk egyszer őket a nőknél. Felsőnek pedig kapták ezt a kis hálós, halászhálós algás felsőt, ami úgy néz ki, mint hogyha csapdába estek volna egy halászhálóba, ha már itt az ökoproblémáknál tartunk, de szerintem nagyon királyul néz ki rajtuk.
és használhatjuk még azt a pár trikót, meg ilyesmit, de szerintem ezek nagyon indokolatlanul néznek ki, és előn, szóval valószínűleg senki nem fogja használni őket, de azért szerettek volna opciókat adni számunkra. És most megszakítjuk adásunkat, mert Simsologist vagyok a jövőből, és eszembe jutott, hogy nagyon sok mindent elfelejtettem megmutatni nektek a sellőkkel kapcsolatban, szóval gyorsan visszaugrunk egy kicsikét az alapokhoz velük kapcsolatban, ugyanis van egy csomó új bőrszín, amit kaptak, illetve arcforma, nem arcforma, de arcstílus, illetve fogak például, amit nem tudom, hogy változtatok meg most meg. Ó, megtaláltam. Szóval újfajta arcokat lehet adni a kis sellőinknek, újfajta szemekkel, bőrszínekkel. Itt látjátok az új sellő bőrszíneket, ezzel nagyon sok mindent tudtok játszani. Sokféle stílusú sellőt tudtok létrehozni. Vannak vámpírszínek is, ezek a vámpírszínek, amik ilyen nagyon szürkések. És látjátok itt az alapértelmezett fejeket, hogy elég morbidul néznek ki. Például ez úgy néz ki, mint a Stranger Wheel-ben megátkozott kis emberkék. Szóval tudtok csinálni gonosz sellőket is. Nézzük meg a szemeket, mert ezt elfelejtettem megmutatni. Vannak új pupillák. Látjátok, ez a teljes fekete, fehér. Úristen, ezek a vámpír szemek még szerintem. Ez az első egy pár. Ezek határozottan a vámpírokkal jönnek, úgy emlékeztem, vagy úgy emlékszem még mindig. És van ilyen kígyószem, szintén teljesen fekete, és ilyen fura mintás szemek, amiket nem nagyon tudok hova rakni, ilyen kicsit örvénylő szemek, szerintem nagyon-nagyon ijesztőek, a háromszög főleg. Kinek van háromszög pupillája? Nem tudom. De nagyon, nagyon sokféleképpen variálhatjátok a kis sellőiteket, szóval ezt felejtettem el megmutatni, illetve ezt, amit most láttatok, hogy van cápafog. Na, hogy csinálok szájat? Ups, nem így. Itt, nem, ezek sebb helyek, hol vannak a fogak, itt vannak a fogak. Szóval az új, az ez a sárkányfog, cápafog, ami nagyon hegyes, és szerintem nagyon undi néz ki, de hogyha gonosz sellőt szeretnétek létrehozni, akkor tökéletesen ideális. Itt van persze az összes többi fog, ami az egyéb kiegészítőkkel jött, szóval vámpírfogat is adhattok a kis sellőtöknek. Szóval ennyit szerettem volna elmondani, remélem tetszett nektek ez a videó, tartsatok velem legközelebb is, de addig is legyetek jók, sziasztok!